Biztonság hete 2024. szeptember 16-a és 22-e között. Továbbra is együtt a biztonságért. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy helyet adhatunk a Biztonság hete sajtótájékoztatójának és a indító kiállítás sorozatnak. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara az egyetlen rendészeti profilú felsőoktatási intézmény. Én azt gondolom, hogy hol lenne máshol helye ennek a rendezvénynek, mint itt az intézmény falai között. A Biztonság hete a Magyar Biztosítók Szövetségének egy kiemelt rendezvénye, egy óriási siker. 8. éve rendezzük meg. Akkora siker most már, hogy a környező országokban is kezdik átvenni a programot, Child Safety Week néven, amely elsősorban ugye a gyerekek, a fiatalok edukációjára fókuszál. Reméljük, hogy idén átlépjük a 100 000-es látogató számot, amely egy kiemelt célunk az idei év vonatkozásában. A rendezvény egyre népszerűbb, és nagyon reméljük, hogy nem sokára ez az esemény sorozat témahétként a közoktatás rendszerébe is be tud kerülni, ezzel növelve a rendezvény jelentőségét és társadalmi hatását. A közlekedési balesetben a legkitettebbek a gyalogosok és a kerékpárosok, és mostanában azok az új közlekedési eszköz használók, az e-rollerek például a városokban, amik jellemzően a gyerekek, a kamaszok közlekedési eszközei. Különösen fontos, hogy rájuk figyeljünk és őket felkészítsük a használatra, hiszen jellemzően olyan korosztályról van szó, aki még nem rendelkezik jogosítvánnyal, ezért nem ismeri a KRESZ szabályait. Minden olyan kezdeményezés, ami segít abban, hogy a közlekedőket nagyobb biztonságban tudjuk, hogy növeljük a közlekedésbiztonsági ismereteket, a szabályok ismeretét, ez nagyon fontos a Belügyminisztérium számára, és támogatja az ilyen kezdeményezéseket. Az Országos Rendőrfőkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottsága a kezdetektől fogva részt vesz a Biztonság hete akció megszervezésében és lebonyolításában, azért mert fontosnak tartjuk, hogy az emberek minden tekintetben biztonságban élhessenek. Nyilván közlekedési rendőrként nekünk a közlekedés biztonsága a legfontosabb, és ezért ezen a héten a közlekedés biztonságával kapcsolatos eseményeken, rendezvényeken veszünk részt, illetve magunk is szervezünk ilyeneket. Ebben az évben 3 közlekedői csoportra fókuszálunk, gyalogosokra, kerékpárosokra és a mikromobilitási eszközt használókra. Ezen a héten arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a biztonságunk érdekében tehetünk, tegyünk is meg mindent, hogy ne ennek káros következményeit kelljen majd reparálni. Baleset megelőzés, bizalom, biztonság. Legyél te is a biztonság nagykövete.